Na, szevasztok, itt vagyunk a Városligetbe. Lámpát is kapcsolok. Kicsit széjjel vagyunk, mert még alig találtuk meg az épületet. A Szellemvárosok Gyula rakott föl most videót erről. Aztán mondta, hogy bárki bejöhet, nem őrzik a helyet. Úgy néz ki, igaza volt. Hozzánk se szóltak. Ez valami porta lehet, vagy mi. Hát, bazd meg. Jó napot, Ligetvédők? Napot. Igen, csak körülsz, szeretnénk nézni. Sziasztok. Hello, szívesetek, nem mászkáltak itt szavazni. Jó, ezt nem maga mondja meg nekünk. Hát jó, sajnos nem én mondom. Hát nekünk. Ez van. Azt csináltok, amit akartok. Köszönjük. Nincs mit csinálni. Nem érdemes veszekedni ezen. Épületekben takarítotok meg, ez a tüntetés. Hát, demonstráció. Uram, nem látott még demokratikus országot, az nem az én bajom. Fölöslegesen veszekszünk. Fölöslegesen. Teljesen. Nekünk nem maguk az ellenségünk, nem magukkal akarunk kibaszni. Hát most kivel akkor? Aki itt van, az a főnököm, mert nem, az otthon van, basszom. Mérges biztonságért láthattunk. Végre ő a mérges, nem. Fölvettétek? Hát egy kicsit, amennyit lehet. Honnan jöttetek? Hát Budapestről szeretnénk körülnézni. Láttuk a videót. És vennénk videóval, ha nem gáz. Oké. Nem tudtak így átérni. Gyertek előre is majd, itt vagyunk a sátrakkal. Az épületeket csak úgy néha bemegyünk, de nem csinálunk még semmit egyelőre. Jó, kiálltam volna. Én is kiálltam volna előbb. Nem figyelj, szegény őrök, be vannak szarva a 400 forintos órabérüket. Hagyjad már el! Ketten mennek rá szegény Dórira, bazdmeg. Látod, hogy nekem már nem tudod mit mondani, elhúzod, hogy jó, akkor csináljunk azt, amit akarunk. Meg kell mondani. Ez itt egy ilyen előcsarnokszerűség lenne. Ez azért olcsóban, ahol... Ez is folyosó, majd erre fent az emeletek, de erre is el lehet nézni. Ja igen, itt ilyen valami videós, meg képzőművész. Igen, igen. Négyen volt egy cikk. Viszont ez nagyon durva ez a festmény. Jaj, egy ilyen iskola, és akkor ilyen zombi jönnek ki belőle. Ja, kell ide a fény. Nem kell. Na, elég világos volt. Ja. És egyébként vadmotoros a folyamatok? Milyen profi felszerelésetek van? Ez mi az ilyen derítő? Hát csak egy ilyen videós lámpa. Hogyha sötét lenne. Pincelyes, igaz van? Nem nagyon. Nincs. Nincs. No, ilyen ezért vagy a Urbex-es arca? Hát igen, olyasmi, de csak abszolút amatőrök, szóval. Aha. Hát a YouTube-ra valószínűleg. Mi a csatornátok? Az én nevem Vidhal Mákos. Majd esetleg jó, megint szállom. Szia, csak... Most nem tudom levenni a kesztyűt, akkor így. Mákos. Szevasz. Szóval a saját felelősségeknek nem tudsz visszakorolni a sosszint, ez még egy jobb ügyszer. Ez még ugyanúgy jó. Nem tudom, ezt a csöveseknél adták, hogy ez szép állapotot van, nagyon sok sele. Igen. De a tetőről szép a kilátás például. Mehetünk. Meg van egy helyiség elvileg... Nem, hanem lépcső. Van elvileg egy helyiség, ahol ilyen lemezborítók vannak, meg ilyen filmes dobozok. Valamelyik. Itt nincs. Ez itt van borogatom. Itt van gyerek? Igen. Na például. Ez is mi a fasz? Például itt van egy ilyen... Ja igen, a videókazetták, igen. Ilyen, már föl van tüntetve? Hát egy videót láttam erről a helyről, egy múlt hét péntek itt, azt hiszem. Aha, itt lehet kimenni. Hát tudok lépni? Igen. Egyébként ebben mi a érdekessége? Hát ilyen... Izgalmas. A ti szempontokból nézve.
Hát én elhagyatott helyeket videózunk, aztán... Mit tudom, én... Itt érdekes is szerintem. Izgalmas. Milyen volt a nekünk? Milyen valahol nekünk meg egy Suzuki? Nekünk Suzuki GSX-re 600. Hát túl a sport. Ja, ennyi meg sport. Nekünk meg sport. Nekem is van egy. Igen, mivel nyomod? Mivel nyomod? Crosszal. Ja, igen. Képen megfogom, hogy én is crosszozok néha. Igen? Na, én is derbizek nagyon, imádom. Hú. Sárga crosszom. Sárga, akkor ez egy Suzuki lesz, nem? Nem, nekem Honda van. Ez egy saját gyártmány, ezt én tettem össze. Ott a főnöki szoba biztos. Még a cserépkája is itt van, de jó? Aha. Jaj. De majd mi van a film kivető búrva? Nézd csak, milyen elő van. Aha. Ezt én tettem össze mindenit. Uh-huh. Ez egy 3-5-es jávusz, nem? Egy jáva. Az igen. De elég jól megy itt. Mert te, neked hajnos vagy? Kiment fejemből. Nekem 600-as GSX-er. De most robogóval jöttem. Aha. Jó. Elveszel oda, itt is egy cserépkája. Hát itt rengeteg van. Viszont itt még is egy van. Úgy, itt döglött állat. Aha, hogy ez, nézzek, egy róka. Hogy ez csak az csak a bőrön. Ez csak a bőrön. Azt hittem, hogy ez döglött állat, de nem. Csak a bőrön. Játékmaci. Játékmaci. Hát ez szerintem igazi. Nem. Hát igazi, csak nem úgy gyögölött meg, hogy van. Ez kiválókója. Én ezt elviszem magammal, srácok. Ja. Ki tudja, hogy mennyi? Állítólag el lehet vinni mindent. Mennyi is van, ennyi összetével. Rádió. Rádió? Ja, ilyen ébresztős, nem? Igen. Jó, mint régebbi valami. Jó, van, mehetünk tovább. Egyébként sokat realizom egyik. Igen? Nem tudom, hogy azzal gondolom, hogy... Autóval vagy mi? Aha. Na, rengeteget vezetjük. Már is lerövett egy durvá egy olyan 2-3 hetet. Aztán a cipőm is szétment. Igen? A sárga nagyon van. Aztán valahogy tűzni kell. Valahogy tűzni kell. Drága volt egy nagy motorra, Jóksi? Hát egy kilóba belekerül. 100.000 forint körülbelül. Például el egy olyan barát, ami mehet bárca is. Hát tök jó állapotban van tényleg. Hát, sokan lelásabb, hogy annyi pénz van. Benne van egy félig elégett cipő. Akkor ebben lehetne fűtve. Egyébként ezt most veszi a hangot is? Aha. Nem hoztam ezért diktafon. Férfi WC. Oh yeah. Kicsit kosz van. Hát ez egy labirintus, bassza meg. Ha? Ez egy labirintus. Igen? És az a legjobb, hogy mindig tudom, hol vagyok. Már jól lassan 3 hete. Aha. Folyamatosan itt vagytok? Üdítek a fákat? Nem, itt alszunk. Ja, olyan izé. Sátrakban. Nagy gyárt van bent, hogy igen. Nem is Amit ötöm védtek. Baj, nem tudom kinyitni fél kézzel. Hát csak ilyen, hú, málika izé, festék meg. Málika elég durván esik le a festék. De úgy nincs benne semmi. Nagyon szállt a dolgom. Sigító. Tudja mi ez. Az a festék egy kicsit régi. Innen jön azt a vagy. Fú, bazdnek, szabad meg. Ja, azt kell. Sok cipós lesz, mit nem megad miért. Ja. Lehet, hogy azok hagyták ki. Ez elég. Azaz, valaki.
Nem voltunk? Innen jöttünk be. Nem, gyertek utána, mert így én sem fog téved. Ez már viszont is nagyon-nagyon-nagyon. Ott is van meg viszont. Szerintem, ha mindjárt betaposom a kis kettőket. Komoly. Mond. Hogy kell begyújtani egy ilyen táblát? Aha. Segítsük valamit? Elmegy ez. Király. Hajrá, Fradi. Hajrá, Fradi. Jézusom. Vagyok utálni? Jó. Nyújt csak az egyik részre. Úgy van. Ja igen, itt azért ilyen munkásőr ruhák, vagy milyen, ilyen sapkák. Igen. Ilyet szeretnék vinni egyet, hallod? Nyugodtan. Ez kurva jó. Mármint elég szar állapotban van, de hogy így gyerek, ilyen kurva jó. Hát csak egy kicsit volt. Meg egy ilyen izé, zubbony. Így is el lehet tenni? Aha. Ez milyen poén már? Ez ilyen izé. Nem biztos, hogy munkásőr, de valami... Kamerát szeretek, és úgy hagytok? Meg a motorra szoktam szerelni. Mennyivel megtek már egy ilyen gyorsan? Én 250-nel. Úgy, nekem 18 és elég vele 120, 120 elég. Jó, hát persze. Na, szóval rakjuk le valóban úgyis. Ő is van. És akkor erre kezdve nem tudok videózni. Ez nem izé érekszik. Hung Expo. Ja igen, igen, ez a kiállításnak a épülete volt, igen. Nem van? Itt értem, kell. Hát, de ez nem ez. Tehát nem ilyen korabeli. Szerintem ez nem izé. Ezt se szerintem belőle meg tudtam. Csirok hípszeres. Hát valaki ott azt az ebben. Semmi nincs. Merünk itt. Jó, na akkor mehetünk szintén föl. Jaj, akkor gyere. Józsi, erre. Mehetünk teljesen föl. Csak bevárom a kollégát. A kollega. Ezt itt hagyom ezt addig. Itt hagyom? Hát szerintem ne hagyj itt. Hát de csak ezt azért. Mond? Csak ezt. Majd jövünk vissza. Azt ne félj, gyere. Például is, hogy szép mondanak. Így jöttünk be. Szóljatok amúgy, hogy gyorsan nem pont. Ne, jó, jó, tök jó. Pont, jó? Jó, jó. Itt is ilyen bírték, innen mentünk, hát. Jó. Itt van még valami, ugye ez is üres. Gyors körbenézés. Á, itt vannak a filmes dobozok, ez az. Régi ilyen Orvo filmes dobozok. Igen? Orvo. Ez ilyen NDK-s ilyen filmek. Drága? Na nem. Középület építő. Na, én egy ilyet is szeretnék vinni. Kettőször. Szóval, rakjuk ki oda. Tárom, jó volt. Mi? Beszakít a korlában. Á, nem hiszem. Ó, az iroda.
tudja. Na, nézzünk szét egy kicsit. Mert elrakom ma ezt itt. Miért tettük onnan? Ez drága volt? Ez? Nem, jaj. Kiló 40 körül. Nekem most olyan izé van, hogy hegesztőjük. Sütrál, ha beleszokolom, ez ennek akkor ilyen lesötétül. Ha meg nem sütrálta a nap, akkor meg... VHS? VHS közé. Mi van rajta? A Judit. Bújzban. Itt is VHS közöttem. Judit Jim. Micsoda? Judit Jim. Ó, hát itt. Romantikus balett klasszicizálódása. Úristen. Hát ez nem sokat mond nekem. Tánc, színész, volt itt minden. Jó, azt mondom, hogy mehetünk. Mehetünk? Nem nagy érdekesség. Bőr, vagy áldás? Hát még itt egy kicsit. Arra. Mi zárvéd egy kis kamerát? Hát 80 ezer forint körül. Akkor jé, az kezembe maradt egy támogatói napi jegy. Semmi. Ja. Ott? Ja, itt. Elmondták, hogy veszélyes. Húlvára. Nem lehet kimenni? Pedig milyen jó lenne. Menj ki, ha ki a felelősségre. Jó. Meg úgy, hogy akkor a rendőröktől, hogy ilyen 5 perc. Igen? Aha. Ide jönnek? Hát, ilyen felelősség. Köszönöm. Köszönöm. Ez a szék. Kicsit szarápodból. Nagyon is. Kicsit. Mint van a valaki? Arra az elem tartódnak, ha valami jelenset. Ja, itt nem, az olyan. Az úgy olyan. Az elem el? Aha. 5 elem. 6. 6? 9 voltos. Akkor jó vagy fétad. Jaj. 160 darab lehet. Igen? Hát az elég jól lehet látni. Főleg sütétben, mi? Igen. Ez nem egy jó csomagság. Ja. Ja, igen, igen, igen. Sétáltunk körbe-körbe. Itt voltunk bent, úgy jöttünk ki. Azt például azt a CK-met, ott hátul azt a sárgát, itt elő azt a barnát, maga amit itt látsz, és még nincs ilyen. Igen. Meg ami ilyen a laplapon is van. Ez művészet. Művészet? Még van lehet? Ott oda rágtam a dobozt. Se akartok meg fújni. Igen? Mi nem szoktunk fújni? Nem? Úgyhogy nézzük, hogy indítsz ki. Cigiztek egyébként? Aha. Nálad van egy szám? Van, egy pillanat, csak lerakom én is rájutok. Hát csak lerakom én is. Hát igen, egy igazi motoros cigirét nem tudja elni. Hát igen. Van? Tudom. Így van? Aki tényleg motorzik, azt tudja, hogy a cigi nélkül. Kezdjétek. Na, akkor itt jövünk majd vissza? Már akkor ezt itt hagyom addig ezt. Persze, minden lépcsőn hagyjuk volna. Mert arra hiszem, hogy kúrva meg a kesztyű. Persze, csak így jól. Sőtként jól megy? Mennyit szoktok ezzel a robogóval menni? Hát én a robogóval van testi, százat. És akkor ez a testi? Hát közepes, jó, 200-as négy hiten. Hát, és a százat megy? Na, hát itt az a lényeg, hogy keveset fogyasszon, meg ja. Megbízható legyen. Ezzel csak itt a városba közlekedek. Hát, én gondolom, mert nekem is volt egy csere egy aprili Antuna. 600-as. Ja. Egy aprili Touareg. Touareg, jó, ja, várjunk. Lágot. Nagyon szép motor volt, csak az a baj, hogy rengeteg gond volt vele. Na, itt már valaki kitakarik. Itt van dolgozni.
Igen. Úgy láttam. Hát már a tető van Na itt van, igen, igen. Itt vannak a bakelit lemez borító. Jaj, maradj ott, esre. Sos! Sos taps! Csávó, bazdmeg! Nem a borító gyár volt, lehet, hogy itt tervezték. Itt mondták, hogy ez sablon borítókhoz. Ja. Gregor József. Bazdmeg, beszart. De durva, hát ez mennyire komoly. Mikor ez? Hát ezek bazdmeg, ezekből vinni kell egy párat legalább így visznek. Kondzsa. Sasó, hogy akkor te elviszem. Igen. Ezt félre rakom már ide ezeket. Mutasd? Az aztán megvolt nekem kazettán annak idején. Népek meség. Karácsonyi ének. Arany János. Családi kör. Többet észre, mint erő. Könyvekem is volt. Jaj, jaj, ezekre emlékszem. Ez is biztosan. Ez valami. Liudmilla. Liudmilla valaki. Azt kell meg beolvasni is. Zis, ez Kínál vagy mi a? Valami Kínál, igen. Kínál. Mindjárt, hogy valaki megmondja. Hogy bevigye. Vagy szakértő. És melyik az Kínál. Na, mi van még? Csendül a nóta, gyerekek. Jákó Vera. Fűn a víz. Nem kapcsolták itt, buzi? Á, azt a kurva. Szép fiú. Az ilyen Richard Kléder van másolat. Kópia. Kópizod a Richard Klederman? Sissy Catch, ja. Szex szimbólum. 80-as évekből, bazd meg, hát ezt mindig kell ilyet hallani. Ezt már külön rakom. Ez Mezei Mária. Ja igen, ez énekelte a Doni nótát. 40-es évekből. Dóni József. Jövvényi. Rátonyi Róbert. Hát ez is kell. Psóta Irén. Vagy mi ez? Yeah.
tankú. Latinovics. Ez is komoly. Na jó. Halász Judit. Ez a sas, bazdmeg. Ez a fej. Sas azért is. Sissy catch. Ez mi? Na, van itt még valami? Nagy félre. Na, a bakelit. Magyar. Gregorianum. Egy pár, igen, képet. Itt is van egy jelenleg az simán lehetne itt valami ifjúsági központ, vagy valami izé. Vagy egy hajléktalan szálló, melegíték szoba van. Jó. Például egy... Tennyi ilyen elhagyhatott helyem a Budapesten is. Szálló. Jó. És nem tudnak hova menni a szegény. Hát magyarában tudnak hova menni, nem mennek oda volna. Egy tető. Ahol én már nem nagyon fogok menni. Igen. Csak ne legyünk, mert ha biztos jöttek rá. Mérges lesz. Ki az? De mehetnek, csak akkor kívják. Igen. Na jó, van itt nem sok látnivaló van amúgy. Hát, annyi. Jó. Fájtban ültek. Nem volt ez a rossz épület. Rendben kéne vágni. Itt mi ez a tartály? Víztartály, nem? Víztartály, ami kurvára nem volt volna, hanem... Miből? Valamiből. Ja, valamilyen műgyant a szárban. Aha, és ebben van bebukol egy ilyen oldal. Ja. Nem tudom, hogy hol, mozog egy ilyen. Igen. Szerintem csak a lábam. Szarom kell, lehet, hogy szarom kell. Csak kárni már vízni. Az ilyen kő, a szarom kő. Jó van. Na voltunk. Ők ilyen aktivisták szerintem, akik a fák miatt vannak. Nem tartok, hogy itt laknak, sátrakban elvileg. Vagy itt, a épületben. Hát ezt is láttuk. Nézzé. De nézzünk. Víz már nincs. Papír tartok. Tépen a pusztítva. Ja. Ja, várjál a dobozai. Ezt hogy viszem haza, bassza meg, várjál. Befér a motorban. Hát a... Kalapot.
Nem, ja igen, még azok is. Hű, ezek hogy viszenek hozzá? Az acskót kellett volna hozzá. Ez kemény. Itt jártunk már, ugye? Igen, itt voltunk. Jó. Hopp, meg egy ilyen kazetta. Igen, ez milyen durva, hogy ilyen valamilyen profi videó magnó között. 86-ból december. Na jó, hát ezt is elviszem. Ez erekje. Ja, meg a cuccány, igen. Már ezt összepakolom. Egybe. Coca-Cola lányom. Kanap nem fér bele. Relikviák a gazdagodtunk. Ja, és itt van a kisgyerek, aki fűtőtesteket sétálta. Kúra jó. Nagyon komoly. Ez kemény, ez például ott összeverekedt. Ja, igen. A két fűtőszál. Ez lehet, hogy beletett. Ez a űrbe sétáltat egy fűtőszál. Itt belehetett LSD-zve a készítőt. Ja, ez például lehet egy pitbull, ez egy rottweiler. Ja. Ez 3-4 palota pincsi, az egy magyar vizsga, meg a hosszú, az egy agár, igen. Meg valami izé keverék, vagy ez korcs. Hmm. Az meg azt nem tudom, az keményen olvas. Nézzé, kém. Ki van vágva a szemén? Az azt tud valamit. Jó van, hát ennyi volt. Itt a láb? Na hát szóval ez lenne az az érdekes épület, mármint hogy ilyen nem sok információ van róla, de minden esetre egy videónak megteszi szerintem. Na, ennyi. Erre? Arról jöttünk? Ja, itt, igen. Igen? Yeah. Arra? Hát ott a emlékműnél parkolunk. Az egész. Ja. Ez egy kozmikor. Be tudsz világítani? Na, az a baj, nem. Ez nem lát be. Ez én odarakom. Nem, az a lámpáta. Ez az. Na, csak én is lát. Hello. Hello. Baleset veszély. Ja. És ezeket már kivágták? Mármint legalábbis ezt? Megbajoztam. Az viszont be is fog vágni. Mekkora gyökérség? Igen, egy kicsit vágni.
itt van ez a kis falu. Nagyon hippie feelingje van, nem? De várjam, arra van a kiárat, nem? Sőt, arra. Hol? Jó. Persze, hogy én nem száll szerintem. Hát csak úgy hol az út. Hol? Ja, ott na, igen, én kőbe. Itt is. Egészen szürreális környezetben voltunk, gyerekek. De nagyon fasza volt. Ilyen nem mindennapi